Tavaly indult egy szokatlan, de egyre több idegenforgalmi szakember által ígéretesnek tartott kezdeményezés. Egy kis létszámú, de nagyon is lelkes csapat körbekerekezte a Tiszatavat úgy, hogy a pihenőhelyeken komoly zenei előadásokat hallgatott. A kultúra, a mozgás és a tó biztosította a környezet összekapcsolásával. Szeretném ezt megmutatni, ezt a csodát az opera műfajával hosszabb távon sok-sok embernek, aki ezt a kettőt szereti. Egy új kezdeményezés, nem tudom, hogy ez a biciklizéssel mennyire fog összhangba kerülni, hogy a bringásokkal megszerettetjük az operát, illetve az opera műfajánál lesznek olyanok, akik igen, bringáznak és szeretik a természetet. Én nagyon bízom benne. Idén már 11 állomása lesz a Tour de Operának, valamennyi pihenőhelyen neves előadó művészek, operaénekese közreműködésével. Mások mellett hallható lesz a világ legnagyobb operaházaiban már éneklő, tiszanánai születésű Kovács Eszter is. Ami itt van Magyarországon, hát itthon vagyok. Itthon vagyok, és így vagyok itthon, hogy most egy ilyen csodát találok, és ennek a megvalósulása itt van előttünk. Szóval, és én mellesleg, ha valaki nagy bringás, az én is vagyok. A tó kerülő kulturális biciklitúra távja 67 kilométer, páratlan környezetben és páratlan körítéssel. Ez a kezdeményezés azt gondolom, hogy a Tiszatavat egy új szintre emeli, hiszen nagyon sokan ismerik Magyarországon a Tiszatavat, mint kitűnő horgászati lehetőség, túrázási lehetőség, a vízi sportoknak egy fellegvára, de azt gondolom, hogy a kultúra központja és a kultúra fellegvára ezzel a kezdeményezéssel mindenképpen szebbé, színesebbé válik. Az előzetes regisztrációk alapján 150-200 tókerülőt várnak július utolsó szombatján a Tiszafüredi rajtnál.